Megalakult a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete. A célja a szakmai együttműködés elősegítése és az európai színvonalú szolgáltatás nyújtása a pácienseknek. A közügyek vendége dr. Bagi Boján, a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Eddig, tehát eddig, amed meg nem alakult az Egyesület, milyen volt a kapcsolat a Vajdasági Magyar Orvosok között? Ezzel, a kap, ezzel a, az egyesülettel valójában valójában olyan platformot kaptunk, ahol ezek a kapcsolatok sokkal jobbak lehetnek, és sokkal jobbak lesznek, közvetlenek, és jobb együttműködést fognak biztosítani. Eddig csak személyismerettséggel, személy esetleg az egyetemről vagy más módon betegeken keresztül tudtunk kommunikálni, és arról sincs eddig pontos adatunk, hogy mennyi magyar orvos dolgozik vajdaságba. Amikor elkezdtük, amikor megszületett ez az ötlet, ez az ötlet már néhány éve meg, megszületett, és most jutottunk odáig, hogy realizáljuk. Valójában körülbelül 200 e-mailt tudtam kiküldeni első információként, hogy meg fog alakulni a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete. Ugye, szombaton meg is alakult Egy az van. egyesület. Hány tag? Van, tehát a 200-ból hány visszajelzés van, és euh, milyen a területi eloszlása? körülbelül a visszajelzés az nagyon jó volt, és körülbelül 120 ember írt vissza. Ebből a 120 emberből 70 ember volt, vagyis 63 ember volt a közgyűlésen, de most már 70 tagunk van ebbe a két napba. És szerintem ez nagyon jó szám azért, mert az egész, egész vajdaságból eljöttek a kollégák, itt voltak, ahogy Bácskából, úgy Bánátból, meg Szerencségből egyaránt. Nagy beruházásokat tervezett a, a tartományi kormány, kiemelte az újvidéki uh, klinikai központot, valamint a Szabadkai Közkórházat. Ezek, uh, ezeken kívül még két jelentős uh, befektetés van uh, itt Vajdaságban, ha jól tudom. Uh... A Zentai Közkórház az, na, a jövő évben teljesen föl kell, hogy is ki kell, hogy bővüljön. Egy nagyon fontos részleg kell, hogy képüljön az az intenzív Eddig a Zentai Közkórházban nem létezett intenzív és amikor meg lesz az intenzív akkor valójában egy nagyon fontos elemet fog magába élni ez az intézmény, és olyan betegeket is fog, el fog tudni látni, amelyeket most el kell, hogy találjon Szabadkára vagy Újvidékre. Visszatérve az Egyesület munkájára, milyen rendezvényeket tartanának meg? Tehát valamennyire ismerem az egyéb orvostársaságok munkáját, önök is konferenciákat, szakmai továbbképzéseket valósítanának Igen. meg? Mi valójában két irányba szeretnénk gondolkozni. Az első irány az persze a szakmai továbbképzések, a konferenciák már megfogalmazódtak az első ötletek, hogy jövőre, ha módunk lesz rá, hogy együtt a magyar kardiológiai, kardiológiai szövetséggel csináljunk egy közös konferenciát Vajdaságba. A másik része pedig a munkáknak a laikusok felé fordulna, vagyis ismeretterjesztő előadásokat szeretnénk tartani. Szerbiában, főleg Vajdaságban az elvándorlás egy olyan téma, ami mellett nem tudunk elmenni. Van valamilyen tervük, programjuk, ami alapján a Vajdaságból elszármazott magyar orvosokat vissza tudnák csábítani az országba? Ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, egy olyan kérdés, amely mindenkit foglalkoztat. Igaz, hogy maga az elvándorlás az nem egy új keletű dolog, hanem magába, maga az elvándorlás azóta létezik, amióta az emberiség létezik de most mi olyan időkbe élünk, ahol sok ember elment vajdaságból, és mi úgy látjuk, hogy nekünk több feladatunk van ezen a téren Az első feladatunk az, hogy a, azokat a fiatal orvosokat, amelyek még nem mentek el és gondolkoznak, hogy elmenjenek, megpróbáljunk olyan körülményeket biztosítani az, itt, az itteni munkához, hogy ne menjenek el, és ne kétszer, hanem tízszer gondolják át, hogy érdemes-e elmenni. Szeretnénk fiatal de még egyetemen, egyetemen lévő kollégákat felkeresni, és, és ezt pedig a az Európa Kollégiumban fogunk előadásokat tartani, ahol meg fogjuk szólítani ezeket a kollégákat, és végül persze nekünk, akik úgy döntöttünk, hogy itthon fogunk boldogulni, kötelességünk és feladatunk, hogy olyan körülményeket csináljunk, hogy azok a kollégák, akik esetleg elmentek, és úgy döntenek, hogy visszajönnek, mert nem biztos, hogy mindig az anyagi ok az, ami miatt valaki elment Szerbiából, és úgy döntenek, hogy visszajönnek, hogy legyenek olyan föltételek, hogy tudjanak itt is dolgozni. Siker és munkát kívánunk a továbbiakban, és szépen. dr. Bagi Bojának, köszönjük szépen, hogy befáradt. Köszönjük szépen.